Ünnepélyes keretek között az iskola hagyományainak megfelelően matróz blúzban érkeztek az ünnepeltek, a végzősök az alkalomra szüleik, hozzátartozóik gyűrűjében. Ez a tanév legszebb, legelegánsabb ünnepe. Egyrészt a helyszín maga adott, az is gyönyörű, és hát az alkalom, hiszen a végzősök számára ez az első, ami megmutatja, hogy ők most már a vége fele járnak, és közeledik az érettségi, közeledik az elbúcsúzás ideje. 46 diák fogja idén befejezni középiskolás tanulmányait, lezárul majd egy nagyon fontos időszak életükben. A felnőtt korba való belépésnek én úgy érzem, hogy ez az első lépcsőfoka, akkor, amikor még a pedagógusok is egy fél évet, a szülők is együtt vannak velük, együtt készít a nagybetűs életre őket, és náluk én azt érzékelem, hosszú éveket figyelve, hogy egy kicsit változik a személyiségük is azzal, hogy felelősséget éreznek, hogy mi megkaptuk ezt a megtiszteltető kis szallagot, hogy már szinte a nagybetűs életnek a kapujában vagyunk, de még gondoskodik az iskola, pedagógusok és a család, meg hát nem beszél arról, hogy a társadalom, az önkormányzat és a diákságról. Az idei tanév is hozott újdonságokat és feladatokat. Az eseményen részt vett a tankerületi központ vezetője is. Sok változás volt, szervezeti változások, a centrumok létrejöttével is azért szélesedett a köre a szakközépiskoláknak, újabb feladatokat is kaptak a középiskolák. Én azt gondolom, hogy minden tanév hoz újabb kihívásokat, ebbe is vannak új kihívások, új olyan programok, amiket meg kell valósítani. A végzősöknek járó szalagokat az osztályfőnökök tűzték ki. Név szerint egyesével szólították a diákokat, akik büszkén vették a kitüntetést, hogy hordhatják az iskola eljelképét. Már két hónapja lázas készülődés folyt, megkezdődtek először a táncpróbák, és akkor utána pedig minden évben hagyományunk, hogy egy kis filmmel összefoglaljuk a 4 vagy 5 év emlékét, és akkor utána pedig a videó készítésével folytattuk. 8-as ballagás az első olyan alkalom, amikor ők az ünnepeltek. Szerintem ez a második, de azért ennek nagyobb rangja van. Hiszen 8-ból mindenki elballag, a gimnáziumot azért kell érte tenni is, hogy elvégezhesse mindenki, és szerintem ez egy nagy elismerés mindenkinek, hogy ezután szalaggal a ruháján tud járni, hogy mindenki láthatja, hogy ő bizony már végzős. Azt érzem, hogy rengeteg barátra tettem szert, és hogy az utunk szétválik, és nekem ez persze rossz, mert nagyon sok barátra tettem szert, és meg is szerettem őket. És ez a szalagató, ez nekem azt mondja, hogy most már eljöttünk egy abban a fázisban, hogy mindenki tovább tanul, vagy más csinál, dolgozik, és nem szeretném őket elveszíteni, és ez egy olyan emlék nekem, hogy megmaradjanak. Azt jelenti, hogy közeledik az év vége, az érettségi, de valamilyen szinten elszakadunk az osztálytól. Hát mindenki várta izgalommal, de azért furcsa most itt állni végzősként, hogy a mi szalagotunk van, és megkapjuk hamarosan a szalagunkat is. És milyen terveid vannak a továbbiakban, a továbbtanulást illetően? Én szeretnék egyetemre menni, rendezvényszervezőnek, a Pannon Egyetemre, Veszprémbe. A matrózblúzos köszöntés után a felnőtté válás szimbolizáló fehér ruhás és öltönyös bevonulás következett. Erre az alkalomra a nyitótáncra készültek a legtöbbet a diákok. A szalagavató ünnepségen a város vezetője is köszöntötte a jelenlévőket. Hangsúlyozta útravalóként, hogy a szeretetből végzett, önzetlen munka tehet boldoggá mindenkit. Én azt kívánom nektek, a végzős diákoknak, hogy a sikeres érettségi után majd mindenki találja meg a helyét az életben, olyan szakmát, olyan hivatást válasszon, ami egyrészt boldoggá teszi, és legyetek nagyon boldogok a magánéletben is. Ehhez egy kicsit a boldogsághoz talán hozzá tud majd járulni ez a város, amely néhányatoknak szülővárosa is, de van, akinek csak egy olyan város, ahol eltöltött 4 gyönyörű évet, mert itt tanult, és ez a város mindenkit visszavár. Az osztályok nyitótánca nagy sikert aratott. Fehér Barbara és Ramasz László táncoktatók segítségével sajátították el az alaplépéseket, melyekből aztán színpompás, elegáns táncköltemények születtek.